Üdvözlök mindenkit, ez a főkertész.hu videója. Július második dekádjában vagyunk, egy szilvafa előtt. Most a koronaforma kialakításának fontosságát szemléltetem. A koronaforma kialakítása azért fontos, hogy a termést stabilan tartsa, és elkerüljük az áglehasatásokat. Különösen a vázágak kialakítására kell odafigyelni, mivel azok tartják a termést, és ha rosszul terheljük meg őket, akkor könnyen leasadhat a vázágrendszer. Illetve valamelyik vázág, amitől a fa féloldalas lehet, és évekig tart kinevelni még egy új vázágat. Ez a szilvafa még bírja, viszont a törékeny ágrendszerű gyümölcsfajok, például az őszi barack vagy a megy, könnyen leasadhat.